Itt még idegesen, lehajtott fejjel járkál a pálya szélén Petar Mijović, az atomerőmű újonnan igazolt montenegrói trénere, hisz az első 20 percben a vendég Debrecen diktálta az iramot, akik vezettek is a félidőben 11 ponttal. Ebben a játékrészben Kovács Ákos és Ellingsfeld János vitte hátán az atomosokat. Az új idegen légiósok Deston Taylor és Kenneth Goinst, akár csak a többiek a második félidőre melegedtek be, amikor is már kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A végjátékban a paksiak összpontosítottak jobban, így megérdemelten nyertek Kovács Ákosék. Azt hiszem, nem kell lecsatálnom, hogy mennyire fontos volt ez a győzelem a csapat számára. Igaz, hogy az eleje eléggé nyögvenyelősre sikerült, de nyilván valahol várható volt, hogy még akadozni fog a játékunk mind a két oldalon, hiszen keveset tudtunk még együtt készülni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök a győzelemnek. A végig kiélezett meccset játszottunk. Fontos volt, hogy a második fél időben sikerült kintről is betalálnunk. Az első fél időben nagyon rosszul dobtunk. Az a 27 pont az nagyon kevés. Második fél időben sikerült ezt feljavítani, és végén kulcsszituációkban meg tudtuk találni jó megoldást, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon boldog vagyok, és gratulálok az egész csapatnak a mai teljesítményhez. Everybody, first of all, for sure, congratulations for my players. Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, a játékosaimnak, és természetesen a vendégcsapatnak is. Azt azért szeretném megjegyezni itt a legelején, hogy Vovarász vezetőedző, amikor Magyarországra érkezett, akkor az egész ligát, az egész bajnokságot egy másik szintre emelte. Természetesen gratulálok az én csapatomnak is. Mi sem voltunk könnyű helyzetben, sérülésekkel is küzdöttünk, betegségekkel, illetve két új játékos is érkezett a héten, úgyhogy a csapat kémiánkat nekünk is még építeni kellett. Az első fél időben talán a Debrecen diktált az iramot, a második fél időben mi picit agresszívabban jöttünk ki az öltözőből, jobban dobtunk, üresebb helyzetből találtunk be, és ez mind azt eredményezte, hogy a végén mi örülhettünk. A végjátékról csak annyit, hogy mi betaláltunk, az ellenfél pedig kihagyott egy jó pár lehetőséget, de ilyen a kosárlabda. Mindenképpen megyünk tovább, készülünk a következő mérkőzésre. Még egyszer gratulálok mindkét csapatnak. Especially energy level in second half, we deserve one more time. Congrats to Debrecen and wish all the best for the future. Ezzel a győzelemmel az atomerőmű SE csapata harmadik sikerét könyvelte el a szezonban, és talán a kieső helyről elindulhat felfelé a tabellán.